hogyha megszólalnak, mindnek más a dolga. Van közöttük, kinek hangja metálosan brutál. Másik vékonyan csipog, mint egy cinege határ. Ezt így együtt szimfonikus zenekarnak hívják, mikor a sokféle hangot egy kazalba hányják. Ahhoz, hogy a dolognak még értelme is legyen, kell, hogy minden zenész maga elé kottát tegyen. Szerettük volna egy ilyen fesztiválon picit jobban megmutatni, hogy a zenekarnak van egy ilyen nagyon erős arculata, ami a gyerekekhez szól. Úgy éreztük, hogy azért az évek alatt összegyűlt annyi érték, hogy erre már föl lehet építeni egy fesztivált. Lássam hát a kezeket! Kiből lesz mocelem? Itt a pálcám, nem tisztelem! A közösségi élmény, amit az ember egy koncerten átélhet, hogy amit egy zenekar éppen átél, amikor együtt játszik, az túlmutat magán a zenén és a hangokon. És ez talán a legfontosabb üzenet, amit szeretnénk átadni. Elég szörnyes volt? Igyekszem a gyerekeket is egyértelműen partnerként kezelni, és nem egy ilyen legugolós viszonyt kialakítani velük. Mindenképpen el fog hangzani pár olyan információ, ami adott esetben mondjuk valamiféle lexikális tudást is növel, de hogy egyáltalán nem ez a cél, hanem sokkal inkább az a cél, hogy a gyerekeknek felkeltsük az érdeklődését. Áttetszőt és egyszerűt kell kitalálni, és azt minél érzékibbé tenni nekik, már abban az értelemben, hogy színes, szagos, tapintható, ők maguk is mozduljanak meg, ők maguk is játszanak, essenek, keljenek. Teljesen gátlástalan vagyok. Ugye a gyerekek nem tudják, hogy ki vagyok, miket énekeltem, tehát itt lehetek gyerek. Tehát ilyenkor én többet szabadulok egy boltba is, lehetek kisfiú, lehetek banya, öreg, fiatal, sánta, egészséges, félszemű, bármi. Nem kell megfelelni sztereotípiáknak, és ez marha jó, mert az nagyon fárasztó, hogyha mindig úgy kell viselkedni, hogy egy szerepnek kívánja. Van egy nagyon érezhető nyitottság a gyerekekben mindenre, amit csinálunk, és főleg a valódi dolgokra. A felnőttek udvariasak, és ott ugye mindennek egyforma sikere van. Ez egy kísérlet ez az idei év, de biztos, hogy lesz jövőre is, és nagyon bízom benne, hogy ez kinövi magát, és tényleg egy komoly fesztivállal tud válni.